89-ben találkoztam legelőször a Fate No More Mikel Alatt című nótájával, és annyira megfogott, annyira szertelen gazemberség volt abban a muzsikában, a pimasság, hogy azt mondtam, hogy hú, na ez egy nagyon nagy hatás. Aztán ez egy olyan erős hatás volt, hogy azt mondtuk, hogy jó, hát akkor csináljunk valami ilyen dolgot, csak saját attitűddel, forrással. Tájékán alapítottuk a zenekart Veszprémben, onnan indultunk el. Gyerekkori jó barátom Krisztián, a gitárosunk volt az, aki csatlakozott ehhez a történethez. Hát ő is egy szál akusztikus gitáron mindenféle népszerű feldolgozás dallal próbálkozott annak idején, és az ő garázsukba ültük össze. Ott történtek az első száncsapkodások. Persze nyilván amatőrök voltunk, rém amatőrök, nem volt zenei előképzettségünk, nem volt semmilyen egyéb dolog, csak a motiváció, hogy mindenki zenekart akar 20 évesen vagy 10-pár évesen, ez tök normális dolog. De akkori dobosunknak az öccse volt az, aki a akkor népszerű Prodigy-nek a Voodoo People című számából a voodoo szót kiragadva a Hollywood szóval összerakta ezt ötletként, hogy legyen ez lemez cím. Aztán annyira megtetszett nekünk, hogy inkább zenekar nevet csináltunk belőle, mert hogy bonyolult volt, hosszú volt, nem bírták megjegyezni, leírni, stb. Így indult a pályafutás. Rengeteg különböző formációt megélt ez a dolog. Múltkor éppen összeszámoltam, körülbelül 33 ember járta meg ezt a zenekart az alatt a jó néhány év alatt. Abból én egyedül voltam 10. Egyedül te voltál 10 arcoddal 10. Aztán enyhén szóval mostó a körülmények és a zenei trendek változása miatt úgy döntöttük, hogy Budapestre költözünk. Itt folytattuk a tevékenységünket. Aztán ezt a Perna Hajder Szabolcsukat itt találtuk már meg.